másik dologgal kapcsolatban ez elég személyes volt. Én megkötelezem a beszédet, és fölkérem Kolyi Lászlóra az Éva szakadalmát, hogy köszöntsen. Az építési vállalkozók országos szakszövetsége részéről az építésgazdaság képviseletében köszöntöm a résztvevőket, és a résztvevőkön keresztül mindenkit, aki az építési ágazatban dolgozik, vagy értő tenni akar különböző helyeket. Mire való 2014-ben egy építők napja? Azt gondolom, hogy mindenképp való arra, hogy egy picit értékeljük a helyzetünket, begyűjtsük mások elismerését, kitüntessük azokat, akik kiemelkednek magasan az átlagból, szóljunk a törekvéseinkről, és talán a legfontosabb manapság, hogy ezen a napon egységet és erőt mutassunk kifelé a társadalom más nagy érdekcsoportjai felé. Tulajdonképpen beszélnek rólunk, és beszélnek a sikereinkről, mert az építők napja erre való. Helyzet. Az Európai Unióban az építési ágazat az Európai Unió GDP-nek 10%-át produkálja, 20 millió embert foglalkoztat, és 1140 milliárd euró a 2013 évi teljesítménye. Ezen belül a magyar építőipar 6 milliárd euróval részesül, durván 1800 milliárd forinttal. Sok vagy kevés? 2006-hoz mérve, amit mi az építőipar utolsó jó évének minősítünk, nagyon kevés. A mélyponthoz, az 1600 milliárd forinthoz képest egy pici elmozdulás. Igaz az, hogy az építőipar fellendülőben van? Összességében igen, de ezt nem mindenki így éli meg, hiszen egy aszimmetrikus lendületről van szó. Vannak olyan alágazatok, amelyek nagyon erősen, dinamikusan a mélyponthoz képest, és vannak olyanok, akik nem, vagy egyáltalán nem. Én ezt most nem akarom részletezni, mindenki tudja, hogy ugye miről beszélünk. Azt szeretnénk minden esetre, hogyha minél rövidebb időn belül azok a százalékos értékek, ami az Európai Unió építőiparára összességében igazak, azok ránk is igazak lennének. Ha ez a lendülete az építőiparnak megmarad, amit most összességében látunk, akár 3 év múlva is élhetjük. Én azt gondolom, hogy a magyar építőipar képes arra, hogy ezt elérje. Technikájával, műszaki felkészültségével, minőségével, szakembereivel bármit meg tud építeni, amire ma Magyarországon fizetőképes kereslet van. Tehát keressük és jelentjük a fizetőképes kereslet felé, hogy itt vagyunk, és meg tudjuk csinálni azt a volument, azt a minőséget, azt a színvonalat határidőre, amit az Európai Uniónak az előbbi számai igazolnak. Tulajdonképpen nagyon nagyra kell értékelni, és az EGOSZ részéről nagyra értékeljük a kormányzat különböző szerveinél az építési érdekében tett múlt évi szabályozásokat. De azért szeretném jelezni, hogy a műtéti közbeszerzési értesítő ugye az 94 ezer körüli oldalt tartalmazott, ami mutatja ezt a szabályozási lendületet, és egy rendes építési vállalkozónak legalább a kétharmadával tisztába kell lenni. Jelentem, hogy a mikro és kisvállalkozók rég feladták, és a 96 ezer vállalkozás közül ők 98%-ot képviselnek, a közepes vállalkozók a szakértőjükön keresztül még próbálkoznak, a nagy cégek, akik meg vannak 23-on, úgy próbálják megérteni ezt a folyamatot. Tehát nagyra értékelve a múlt évet, abba bízunk, hogy talán egy kicsit most hátrétőlhet majd az új felállásban az építésügyért felelős kormányzat, és nagyobb hangsúlyt fektethet a piac ellenőrzésre, és a fizetőképes kereslet szerepkörének megélésére. Az EGOSZ valóban összegezte a
az építésügyi ágazat súlyosbodó problémáit és tett megoldási javaslatokat. Tulajdonképpen egy folyamat elején vagyunk, mert hogy első lépésben próbáltunk a szakmán belül egyezkedni, minél nagyobb holtudvart tenni a mondani való mögé, és most vagyunk abban a fázisban, hogy 8 témában az új országgyűlési képviselőket, az új kormány és mindenki más ezekkel folyamatosan ostromoljuk. Én ezt ténylegesen nem szeretném ismertetni, majdnem mindenkihez el fog jutni, akihez nem, az pedig különböző honlapokon és helyeken letöltheti, és az építő napja tiszteletére ma a sajtónak is átadtuk. Tulajdonképpen ez a dolog arról szól, hogyan lehet a beruházási piacot élénkíteni, hogyan lehet a vállalkozókat, és mindegy, hogy az tervezési vállalkozás vagy kivitelező a finanszírozását megoldani, hogyan lehetne a közbeszerzési piacon előre jutni, milyen gondok vannak a lakásépítési piacon, és hogy kellene változtatni. Beszélünk a szakképzésről, a foglalkoztatásról, a szabványosításról, és talán mindent fel is soroltam. Én, mikor kamarai elnök voltam, a taxisoknak azt mondtam, mert állandóan küzdöttek minden fórumon, hogy tudjátok, azért nem lehet köztetek rendet csinálni, mert ti magatok nem akarjátok. Azt mondták, sok igazság van benne. Az EU is azt éli meg, hogy sokszor a szakma torkán lehet dolgokat a legnehezebben lenyomni, ami a tisztánlátás, egymás jó megbecsülését, piacon való etikus magatartást, egymás elfogadását és alvállalkozói rendszerek értelmes megszervezését szolgálhatná. Én azt gondolom, hogy úgy nagyjából a szakma most már annyira a mélyponton van, hogy a lehető legszélesebb körbe belátta azt, hogy összefogás nélkül nagyon nehéz előre jutni. Én ennek az összefogásnak az ünnepi napon való jegyében szeretnék mindenkit köszönteni és megköszönni, hogy az EVOSZ részéről engemet most meghallgatta. Jó egészséget és sok munkát kívánok mindenkinek!